Üresek az utak Bulgáriában. Igaz, hétfő van. Jövünk egy 20 perce, és néha egy-egy autó jön velük szembe. És alig jöttünk át a határon, a rendőrök már mérnek, meg figyelik a minettát is. Most látjuk először a bulgár tengerpartot. A fekete tengert a bulgár oldalról. Lejöttünk a főútról, és egy ilyen foltozott úton megyünk le, hogy a part mellett tudjunk menni. Lássuk, mi van itt. Ez az első kinézett helyünk, amit meg akarunk nézni. Lássuk csak, mi van itt. Arra fog való parkoljunk le itt, most oda nézni, de lejjünk. Leparkolunk itt, és körülnézünk egy kicsit. Nem messze a román határtól, Tyulenovo falva mellett egy csodás partra bukkantunk. Gyönyörű sziklás partszakasz látványa fogad, mely sziklákat a tenger és a természet csodásan megformált. A hely neve Tyulenovo, nem tudom, hogy hogy ejtik helyesen, Tyulenovo jelentése a fókák faluja. Ma már nem találunk fókákat a környéken, de volt egy időszak, amikor élt itt egy pár példány. A szájhagyomány szerint Mária, román királynő engedte szabadon az általa felnevelt fókákat, akik itt telepedtek le. Portugáliában, az Algarve régióban vannak ilyen partok, sárgásabb sziklákkal, de nagyjából ugyanúgy is vannak. Nagyon szép. És most nyugi van. Szeptembernek ez a legnagyobb előnye, hogy ilyen nyugalom van ide. Tökéletes az időjárás, 30 fok körül lehet. Újdogál a szellő, nincs senki sehol, hétfő van, csak szólóba. Élvezzük a csendet, a nyugalmat, nincs nyüzsgés, de majd lesz olyan is, majd ha délebre megy. Ameddig a szem ellát, tele van medúzával a tenger. Most látom, hogy nem csak itt a parton, hanem amit az emberi szem felbír fogni, befele, mint tele van medúzával. Hatalmas. Évi nem is sejti, hogy egy barlang fölött áll és fényképezkedik. Az van, hogy csak megyünk, saroktól sarokig, és lassan mindjárt gyalog várnáig megyünk, hogy ezzel se lehet betelni. Ilyenkor az idő fogalma is megváltozik. Viszont visszafele az idő fogalma megint átértékelődik, miután elkolbászoltál és vissza kell menni.
az a keservesebbik rész. Szép a színe itt a tengernek. Ebédlő helynek tökéletes lesz ez a hely. Piknikezünk egyet. Itt jó lesz. Kapjuk elő a csonnyelőt is. Esünk neki. Megyünk a Boláta portra. Egyszer megnézzük. Azt mondják, az egy nagyon szép port. Kíváncsiak vagyunk. És utána pedig a Kaliakra fokra. Kaliakra. Igen, az egy fok, ami benyúlik a tengerbe, és ott van talán egy vár, vagy valami rajta. Megnézzük azt is.